Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A mostani alkalmon ismét folytatjuk a megkezdett témát, a kezdők alkalmát, vagyis ma a közösségről fogunk beszélni, közelebbről a lelki otthonról. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az igét a Rómabeliekhez írt levél 12. rész 5. verséből hoztam, és a Cselekedetek könyve 4. rész 31. versétől a 34. versig. A közösségről fogunk beszélni, ugye az előző hetekben a hívő ember imádkozó emberré válik, illetve közössége van az Isten igéjével. A harmadik dolog pedig, hogy stabilan állhassunk, a közösség gyakorlása, amit az első keresztjének is gyakoroltak. Tehát a Rómabeliekhez írt levél 12. rész 5. verse így hangzik. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusba, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Valamint az apostolok cselekedeteiből a 4. rész 31. versétől a 34. versig olvasom. És minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybegyültek, és betelének mindnyájan szent lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy volt, és senki semmi marháját nem mondá magáinak, hanem nékik mindenük köz volt. És az apostolok nagy erővel tesznek bizonyságot az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon, mert szűkölködő sem volt ő közöttük senki, mert valakik földnek vagy háznak birtokosai voltak, eladván elhozzák az eladottak árát, és letevék az apostolok lábainál, aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége volt. Nagyon csodálatos ez a közösség, ugye Pünkösd után alakult az első gyülekezet, amikor is egyszerre 3000 ember megtért, és számban és lélekben naponta növekedett a gyülekezet, és csatlakoztak hozzájuk. Az egyik alapdolog volt, hogy a hívőknek szívük, lelkük egy volt, az a közösség tud fejlődni, növekedni, és ott van jelen az Úr, ahol egyek a testvérek, a szívük és a lelkük is. És ami nagyon meglepett, hogy mindenük köz volt, vagyis azt jelentette, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban, ahol római elnyomás volt, ahol rengeteg szükségben lévő ember volt, rabszolgák is voltak az első gyülekezetben, akiknek a rajtuk lévő kis ágyékkötőjükön vagy ruhájukon semmit sem volt, a 34. versben azt olvasok, szűkölködő sem vala ő közöttük senki, mert hogy megosztották a szükségek szerint kinek, amire szükségük volt. Nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy a mai keresztény világban ez szinte megvalósíthatatlan, hogy az mekkora egység, szeretet és Krisztus központoság volt, hogy az Úr volt a legfontosabb, és nem az, ami van. Annak idején, amikor Izrael állama létrejött, akkor csodálatos módon ugyanezt megtapasztalhattuk, és évtizedeken keresztül igen jól működtek a kibucok, ahol minden köz volt. Akik oda kerültek, beléptek, azok megosztottak mindent, és csodálatos módon felépült Izrael állama, mert hogy nem az volt a fontos, hogy az egyének meggazdagodjanak, hanem hogy a közösség, Izrael állama újra felépülhessen. Hát erről külön lehetne nagyon sokat beszélni, de nem ez a mai témánk, hanem a közösség Jézus kezdettől fogva nem egyéni hívőket épített, hanem közösségbe hívta el azokat, akik őt követték.
A megtéréskor az Úr Jézus formálja az újjászületett embert, az újjászületésbe formál minket, hogy olyanok legyünk, mint ő. Amilyen Jézus volt, a Jézus pedig imádkozó. Ember volt, mint emberfia, és imádkozó volt, mint Isten fia is, és éppen ezért a hívő ember első látható, ami első sorban látható rajta, hogy imádkozó emberré lesz, és Jézus egy pontocskát sem ejtett el abból az írott igéből, amit az Úr kijelentett a proféták által, és mindent a szerint cselekedett, vagyis a Krisztus élete az ige központú volt. És a megtért hívő ember ima központúvá kell, hogy váljon, és ige központúvá és Krisztus központúvá. Ezek nagyon fontos dolgok, mert a közösségben csak akkor tudunk úgy működni, ahogy az Úr előtt kedves, hogy szívünk, lelkünk egy legyen, hogyha az életünkben jelen van az Úrral való személyes közösség, és úgy gondolom, hogy ima közösség, igei közösség és testvéri közösség nélkül nincs közösségünk az Úrral. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy. Az Atyának közössége volt a Fiúval, és a Fiúnak közössége volt az Atyával, és a Szentlélek az Atya és a Fiú közössége. Tulajdonképpen mi is a Szentlélek temploma lehetünk, mert az Isten lelke lakozik bennünk, és nem a magunké vagyunk, hanem az Úréi. Ez egy csodálatos dolog, és az újjászületett emberben ez a közösség látható, az Úrral való közösség, és az egymással való közösség is. Hogy milyenek voltak az első keresztjének, így kezdtük a Cselekedetek könyvébe a 31. versben, a 4. rész 31. versében, hogy minek utána az atyafia könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és betelének minnyájan szent lélekkel, és nagy bátorsággal szólták az Isten igéjét. Ezért van szükség a közösségre, hogy együtt tudjunk könyörögni, imádkozni. Az Úr kezdettől fogva a közösségbe hívta el az övéit, és nagyon fontos az, hogy meglegyen a személyes közösségünk, erről a múlt alkalommal is beszéltünk, a Krisztussal való közösségünk, hogy naponta keressük őt, és vigyázni és gyakorolni kell a közösséget, és ez a közösség az ima közösség, az igei közösség. Ez a személyes közösségünk, ha megvan, akkor úgy mehetünk a gyülekezetbe, az egymással való közösséget úgy gyakorolhatjuk, hogy a Szentlélek csodálatosan kiárad. Van, aki csak a terheit hozza a közösségbe, és elvárja, hogy a testvérek segítség, testileg is, lelkileg is, szellemileg is. Dolgunk az, hogy segítsük a másikat, de ha úgy megyek a közösségbe, hogy van mit adjak, van élő üzenetem, van kijelentett igém, akkor építeni tudom a közösséget, és nem csak teher vagyok. Az egymással való közösség a kölcsönös adásvevésnek a közössége volt a tanítványok idejébe is, hiszen Jézus önmagát adta a tanítványoknak, azért hívta el őket, hogy Jézussal legyenek. A tanítványok pedig követték az Urat, és aztán növekedtek a Krisztus közösségében, az egymással való közösségbe, és szolgáló hívőkké lettek. Az Úr mindenkit elhelyez a közösségbe, az ő testébe, az eklézsiába, a gyülekezetbe, a lelki otthonba. Olyan nincs, hogy valaki újjászületett, és nincs lelki otthona, mert akkor nem fog tudni fejlődni, és nem lesz lelki értelembe érett férfiúvá. Ahol fejlődhetem,
az a lelki otthon. Ha megszületik egy kisbaba, akkor neki otthonra van szüksége. És ha ebbe az otthonba megkapja a megfelelő gondoskodást a lelki szüleitől, akkor tud növekedni és fejlődni. Miben is kell fejlődni? Hát nagyon sok mindenben, egyrészt, hogy megértsem Isten igéjét, hogy az Isten szent lelke hatalmasan tudjon munkálkodni rajtam és általam. De amiben fejlődnöm kell, hogy kinőjem a hitélet gyermek betegségeit. Itt azt írtam magamnak le, hogy a kisdedségből kinőjön az ember, és hogy a hitélet gyermekcipőit, ha le tudja vetni, akkor érett férfiúvá lehet, aki terheket képes hordozni, és szolgáló hívővé lesz. A kisgyermeket nagyon szeretik, a szülők, az otthon melege körülveszi, de elvárják tőle, hogy fejlődik. Jaj, már fölállt. Jaj, már elindult. Jaj, már tud beszélni. És ugye egymás után következnek a dolgok, hogy nem csak beszélni tud, hanem már mindenféle játékokat tud játszani, gondolkodni tud, és aztán elkezdi a segítést. És így van, hogyha mi a lelki otthonban a helyünkre kerülünk, akkor mindig nagyon sok áldást kaphatunk. Hogyan is illeszkedhetem be a közösségbe? Tehát nagyon fontos a Krisztussal való közösség, és az egymással való közösség, ahogy itt a római levélben is olvastuk, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusba, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Az egymással való közösség azt jelenti, hogy elhelyezett az Úr az ő testébe, a gyülekezetbe, a lelki otthonba, ahol fejlődhetem. Az Ézsaiás könyvében nagyon szeretem ezt az ígét, 40. rész, 31. versre. Szárnyra kelnek, mint a saskesejű. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Sokan fölteszik a kérdést, tehát a fejlődésnek ez az útja, hogy lélekben szárnyra lehet kelni, és ha az ember fut, és jár, és terheket visz, hogy a lélek által erőt kap. Amikor közösen imádkoztak az első keresztények, hatalmas erővel kiáradt a Szentlélek, mindenki megerősödött, nagy bátorságot kaptak az evangélium hirdetésére. Felteheted, hogy melyik az én gyülekezetem, hol a helyem. Annyi felekezet, annyi irányzat van, és annyi közösség. A rendszerváltás óta rengeteg közösség van, meg tízszereződtek, vagy százszorozódtak. A mindenféle közösségek minden tájáról a világnak jönnek be emberek, misszionárusok. Van a koreaiak által alapított közösség, az amerikaiak által, nem akarom az egész mindent elsorolni. Én egészen fiatal koromban hívott el az Úr, és amióta elhívott az Úr, én egy közösségbe járok. Ez több mint 5 évtizede, hogy így van. Ugyanis az Úr akkor nagyon hangsúlyossá tette a számomra, hogy ahol az Úr megszólított, ahol elhívott, ahol megtértem, ott készítette nekem a lelki közösséget. Tisztában vagyok, hogy van annál nagyszerűbb közösség, mint ahova én járok, de úgy gondolom, hogy ez a lelki otthonom, mert az Úr itt szült engem újjá, ide születtem. És ha az Úr ezt így gondolta, máshogy is megtérhettem volna, máshogy is meggyökerezhettem volna, de ha az Úr itt hívott el, akkor nekem itt van a közösségem. Egy kisgyermek, csecsemő, aki megszületik, nem válogatja meg a szüleit, testvéreit, ezt kapta, ez a jó számára, és nem jár a szomszédba ebédelni, hanem ott érzi jól magát.
És ez a világ rendje, az Úr így rendezte a családokat is, és a lelki családokat is. Nagyon szeretem a közösséget, bár mindig elmondom, hogy az a közösség, ahova én tartozom, az már eleve nem lehet egy tökéletes közösség, mert én elég tökéletlen vagyok. De nem ez a lényeg, hogy Krisztus jelen van, hogy Isten igéje van a központba, hogy itt a mi közösségünkben senki sem akar másról prédikálni, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről, a megváltóról, a megváltásról, a bűnbocsánatról, a szabadulásról, a Krisztusban való gyógyulásról. Mert a szeretet közösség, a hívőknek a szívük, lelkekük egy volt, és hogy mi is mindig imádkozunk, ma is a gyászolókért is imádkoztunk, az Úr vigasztaló szent lelkiért, hiszen megmozdul a hely, ahol együtt vagyunk. Kell, hogy egy ima közösséghez tartozzak. A közösségünkön belül van ima közösség, van úrvacsorai ima közösség, részesüthetünk az Úr teste és vére áldozatában, és ugye Jézus azt mondja, valaki nem eszi és nem issza az én, nem eszi az én testemet és nem issza az én véremet, nincsen élet abban. Sőt, ezt is olvassuk, hogy egyesek idő előtt halnak meg, mert méltatlanul eszik és isszák az Úr testét és vérét. Nagyon fontos a lélekben való együttlét, a közösség gyakorlása, a hirdetett igének a csodálatos hallgatása, mert az Isten szent lelke elvégzi az igén keresztül azt, amire szükségem van. Nagyon fontos az a szolgáló testvéri közösség, ahova az Úr beépít. Senki sem mondott semmit magáénak, hanem szükség szerint osztották el, amire szükség volt. A mai napon is így van ez a mi közösségünkben, hogy van egy szegény misszió, és látjuk azt, akinek, aki szükségben van, és segítjük. Testben és lélekben is támogatjuk egymást. A fiatalokért imádkozunk, a vizsgázókat az Úr előtt hordozzuk, a betegekért könyörgünk, és imádkozunk, hogy a misszió terjedjen, hogy az elveszettek megtérjenek. És akkor eljutunk itt a szolgáló testvéri közösségig. Ha be tudok épülni abba a közösségbe, ahol az Úr engem elhívott, akkor az Úr növekedést ad, a lelki növekedést, és szolgáló testvéré érlel. A tanítványokat is Jézus, amikor maga mellé vette, akkor közösségbe voltak. A tanítványok kérték az Urat, hogy taníts minket imádkozni. Uram, mi nem értjük a te ígédet, és az Úr mindig megmagyarázta, ugye a magvető példázatát, amikor olvassuk, elmondta újra a tanítványoknak úgy, hogy meg tudják érteni. A közösség alkalmas arra, hogy megértsem az Úr üzenetét, hogy hordozzanak a testvérek, és én is hordozzak másokat. Ez a kölcsönös adásvevés, ez azt jelenti, hogy én is adok lelkileg, és én is kapok az Úrtól lelki dolgokat. Ezen tud növekedni a hívő ember. A szolgáló testvéri közösségnek akkor leszel a tagja, hogyha elkezded érezni a felelősséget az elveszettekért, ha van benned mentő szeretet, ha fáj neked az, hogy mások kárhozatban vannak, és hogy el vannak veszve, és hogy Jézustól távol vannak. Ha ez a felelősség felébred benned, és a mentő szeretet, akkor az Úr elkezd használni téged, tanítani, egyik testvér a másikat tanítja. Sokszor felteszik a kérdés, hogy az Úr Jézus vajon miért küldte ki kettesével a tanítványokat. Sokféle választ hallottam már, de én úgy fogalmaztam meg ezt magamnak, hogy még az egyik beszélt az evangéliumról, és szolgált, addig a másik imádkozott.
és amíg a másik imádkozott, addig kiáradt a Szentlélek, és elvégezte, hogy a hallott szó ige valósággá legyen. Nem csak a nem megtértekért kell felelősséget érezni, hanem a szolgáló testvérekért is. Sokan vannak, akik megfáradnak, sokan vannak olyanok az évtizedek alatt, akik ellanyhulnak. Ha van egy komoly ima közösség, akkor ezekért a testvérekért, ha elkezdünk imádkozni, csodálatos módon átéljük és megtapasztaljuk, hogy az Úr cselekszik. Néhány testvér a pandémia alatt teljesen elmaradt a gyülekezetből, még családok is, és idehaza elkezdtünk imádkozni értük, hogy az Úr adjon vágyat a szívükbe a közösség gyakorlására, és hogy eljöjjenek. Csodálatos volt néhány hónappal ezelőtt az úrvacsorára, amikor mentem, láttam, hogy ott vannak azok a családok, hogy ott vannak azok a testvérek. Csodálatos dolog az, nem kell róla beszélni, csak az Úr előtt hordozni, és ez felelősség, a szolgáló testvérekért való felelősség. Aztán az Úr ad felelősséget a közösség fejlődéséért, hogy előrébb juthassunk, hogy ne csak egy vallásos szintre süllyedjünk le, hanem hogy újra és újra átjárjon, betöltsön a Szentlélek. És a Szentlélek Istennel való közösség mindig ad lelki fejlődést, kijelentett igéket, megérthetjük az Úr szavát, vezetését, és ad az Úr új szolgáló területeket. Felelősséget kell, hogy érezzünk a szolgálatokért. Itt azt olvasok, hogy nagy erővel tesznek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Vagyis, hogy ha a közösség aktív tagja vagyok, és nem sajnálom az időmet, hanem áron is megveszem az alkalmakat, hogy ott legyek és jelen legyek, akkor az Úr szent lelkének az ereje betölt. És akkor nem üres beszédeket mondunk, hanem az Úr bizonyságot tesz mellettünk, és kinyújtja a kezét a betegek gyógyítására, jelek és csodák által megdicsőíti magát. Az első keresztényekről azt olvassuk, hogy az Úr Jézus feltámadásáról tettek bizonyságot. Nagyon fontos az, hogy a közösségen belül ige központú lehessen a tanítás, Krisztus központú. Nagyon sokszor hallunk a mennyei atyáról bizonyságot tenni, a jó Istenről bizonyságot tenni, és úgy rácsodálkozom, hogy a megváltó Jézus Krisztusról miért nem beszélnek? Hát talán azért, mert nincs megváltójuk. Az első keresztjének a feltámadott Jézus Krisztusról nagy erőkkel tettek bizonyságot, és akik hozzájuk tértek, azok a bűneikre bocsánatot nyertek. Nagyon fontos, hogy a tiszta evangéliumnak az őrei legyünk. Sokan azt mondják, hogy hát Isten nem rója fel az embernek a bűneit is. De én nagyon meg vagyok ezen döbbenve, hiszen az első keresztjének, ha Anániás és Szafirára gondolunk, akkor az Úr nem felróta, hanem megítélte a bűnt. Az Úr nagyon szereti a bűnös embert, de ünneplést és bűnt együtt el nem szenvedhet. Isten szent lelke megszomorodik és visszavonul, amikor nem keressük a megtisztulás útját. Az első keresztjének nagy Isten félelemben éltek, hiszen látták az Úr jeleit, csodáit, de látták Isten ítéletét is, és nem mertek közéjük elegyedni,
olyan emberek, akik nem teljes szívvel keresték az Urat, mert Isten ítélete is jelen volt. Ez a nagy kegyelem volt rajtuk, ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy Isten kegyelme ott volt a Szentlélek által. Isten kegyelmét, a mennyei Atya szeretetét, kegyelmét csak Jézus Krisztusban láthatjuk meg. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy mindnyájunkért odaadta Jézus Krisztust. Az a közösség, amelyik nem Krisztus központú, az nem alkalmas arra, hogy az újjászületettek növekedjenek lelkileg. Rajtunk múlik, hogy támogatjuk-e, és a teljes evangélium hirdetésének a szolgálatába állunk-e, vagy csak kis igazságokat mondunk, amik igazságok, de Isten szent lelkének az ereje nem árad ki. A közösséget építeni kell, a szeretet épít, ha megvan bennünk a Krisztus iránti szeretet és elhivatottság, akkor megvan a közösség iránti szeretet, a testvéri szeretet. És ha a Krisztus iránti szeretet megvan bennünk, akkor az Úr munkálja bennünk a mentő szeretetet, munkálja bennünk a szolgáló szeretetet, és megállt bennünket, hogy szolgáló testvéri közösségbe lehessünk, ahogy a 12 tanítvány és szolgáló testvéri közösségre épült fel. Jézus, amikor a mennybe ment, akkor azt mondta, tegyetek tanítványokká minden népeket. Csodálatos dolog, hogy ezért hív el bennünket egy közösségbe, a Krisztus testének a tagjai lehetünk, és mindenki, aki megtért, tagja ennek a közösségnek, mert Jézus hívta el. A közösségbe egység és szeretet kell, hogy uralkodjon, és ahol a Szentlélek jelen van, ott ez meg is van. Hívlak benneteket a közösségi életre. A mindenki templomának a kapuja is nyitva van, és a szeretet is megvan, hogy együtt, egy szívvel, lélekkel a feltámadott Jézusról tegyünk bizonyságot, hogy sok ember üdvösségre jusson, hogy növekedhessünk a Krisztusba való kegyelembe.